Ruth és én ma este elmondjuk az utolsó megvallásunkat ezekre az estékre. A Titus második rész 11-14-ből, amelyek az egész Biblia legszebb és legerőteljesebb versei közé tartoznak. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ami arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet, és a nagy Isten és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsősége megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ez óriási gondolat, hogy Jézus megtisztítja magának a saját különleges népét. A témám ma este ez, hogyan éljünk egy széteső világban. 78 éves vagyok, ahogy már hallottátok. Életem elején főleg Nagy-Britanniában éltem. Laktam még Kenyában, Izraelben, az Egyesült Államokban, a világ sok részén. Személyes látásom a Szentírásból és az életből az, hogy a világ szétesik. Minden nap látjuk a bizonyítékot az újságokban, hogy a helyzet irányíthatatlan. A politikusok nem tudják irányítani, a tudósok nem tudják irányítani, az oktatási szakemberek sem tudják irányítani. Az egész üzenetet avval tölthetném, hogy megmutassam, hogy a világ szétesik. De nem akarom ezt tenni, mert el akarom mondani a válaszomat, hogy hogyan éljünk egy széteső világban. Csak röviden említem, és gyorsan átszaladunk rajta néhány ige szakaszon, amelyek szerintem mind a mostani korról szólnak, amelyben élünk. El akarom mondani a tanácsomat. Végül is jó életem van. Nem volt könnyű, de elmondhatom a Zsoltárossal, az én részem kies helyre esett. Nagyon a szívemen van mindenki, aki éppen 18 éves múlt, előtte az élet, döntéseket kell hoznia, és nem tudja pontosan, merre menjen. Szeretnék nektek néhány tanácsot adni. Hadd fussak át röviden néhány igén, amelyek a mostani korral foglalkoznak, ahogy én látom. Lukács 17:26-30. Jézus mutat egy képet arról, milyen lesz az utolsó napokban. Csodálatos. Köszönöm. Csodálatos. Köszönöm. Ez forró. Ezt mondja a képben, ahogy Noé napjaiban volt, és ahogy Lót napjaiban volt, úgy lesz azon a napon is, amikor az ember fia visszatér. Hiszem, hogy ezek azok a napok, amelyekben élünk. Mutatni akarok nektek, anélkül, hogy odalapoznánk, 6 jellegzetességet Noé és Lót napjairól. Csak felsorolom őket. Mutathatnék igéket, de nem teszem. Itt van 4 jellemző Noé napjairól, és hiszem, hogy az első a legfontosabb. Az emberi fajba beszivárgott a sátán királysága gonosz angyalok által. Személyesen hiszem, hogy ma is ugyanezt történik az emberiségben. Másodszor
Az emberek szívének minden gondolata gonosz volt. Harmadszor a föld betelt erőszakkal. Azt hiszem, ez pontosan leírja a földet, amelyen ma élünk. És negyedszer elburjánzottak a szexuális perverziók. Azután hozzáteszünk egy különlegességet Lót napjaiból, ami a nyílt, agresszív homoszexualitás volt. Amikor felnőttem, a homoszexuális szót alig említették, nem beszéltünk róla. Tudtuk, hogy van néhány ilyen ember. Oscar Wilde volt talán a nagy példa. De rejtőzködtek. Nem mentek ki a nyilvánosságra. Ma a homoszexuálisok a legagresszívabb emberek közt vannak a világon. Igaz ez? Megdöbbentő. Így volt ez Lót napjaiban is. Amikor Lóthoz két látogató jött, a városból minden férfi köréjük gyűlt, és azt mondták, hozzátok ki a férfiakat, szexelni akarunk velük. Alapvetően itt vagyunk ma, és nem hiszem, hogy soká lesz, amikor az otthonainkat megtámadják emberek, akik azt mondják, hozzátok ki a férfiakat, a fiúkat, szexet akarunk velük. Egyes helyeken már eljutottak ide, San Franciscóban például. Azután annak az időnek egy nagy jellegzetessége a materializmus volt. Ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, építettek, ültettek, vettek és eladtak. Semmi rossz nincs ezekben a tevékenységekben, de ők annyira belemerültek, hogy nem tudták, milyen a földre. Hiszem, hogy ugyanez igaz a hívő keresztények többségére ebben az országban. Annyira leköti őket az anyagiasság, hogy nem értik Isten ítéleteit, amelyek erre a nemzetre és más nemzetekre következnek. Azután a Máté 24:7-ben Jézus a születési fájdalmakról beszél, amelyek megelőznek egy új kort, és nem a New Age-et, hanem egy új kort, amikor Isten királysága megalakul a Földön. A szülési fájdalmakról azt mondja többek között, hogy háború lesz nemzet nemzet ellen. Érdekes, hogy a görög szó a nemzetre az etnos, amiből az etnikai szó származik. Azt hiszem, hogy az új kor egyik nagy szülési fájdalma az etnikai konfliktus. Hihetetlenül gyorsan terjed. Egész Oroszországban, Kelet-Európában, Afrikában és sok más helyen. Csoportok, amelyek viszonylagos békében tudtak együtt élni, most egymás torkának esnek az egész földön. És hiszem, hogy ez hatással lesz az Egyesült Államokra, ahol nagyon sok etnikai csoport van. Arra számítok, hogy polgárháborút fognak vívni egymás ellen. Nagy-Britanniában sem zárom ki ennek a lehetőségét. Azt hiszem, ez az egyik legfőbb jellegzetessége a kornak, amelyben élünk. Azután a 2. Timóteus 3. rész első 5 versében Pál ezt mondja, tudd meg, ez nagyon hangsúlyos, légy biztos ebben a dologban, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Azt a szót, amit nehéznek fordítottak, csak egy másik helyen használja az görög új szövetség, és ez az, amikor leírja, hogy két démontól megszállt ember kijön a sírokból, nagyon kegyetlenek. Ez ugyanaz a szó. Úgyhogy az utolsó napokban kegyetlen idők lesznek. Ez nagyon világos lett, legalábbis nekem. És Pál megmondja az okát. Nem a tudományos fejlődés vagy a maghasadás létrehozása, hanem az emberi természet romlottsága. Pál azt mondja, lesznek az emberek, és azután felsorolt 18 erkölcsi és etikai hibát,
amelyek jellemezni fogják az emberiséget a kor végén. És ha ránézel a világra ma, alapvetően mindegyik szembe tűnik. Egy dolgot megláttam az ige tanulmányozásakor néhány éve. A romlottság visszafordíthatatlan. Vegyünk egy példát. Van egy gyönyörű barackod. Teljesen érett, meg lehet enni, de ha csak ott hagyod, akkor elkezd zsugorodni és rothadni. Mert benne van a romlás ereje, és semmi nem tudja visszafordítani ezt az erőt. Beteheted a barackot egy hűtőszekrénybe, és a hűtőszekrény lelassítja a romlás folyamatát, de nem fordítja meg. Remélem, megbocsáthatok, ha ezt mondom, de azt hiszem, egyes gyülekezetek olyanok, mint egy hűtőszekrény. Lelassítják a folyamatot, de nem fordítják meg. De Isten nem ezzel kezdi. Ő azt mondja, újjá kell születned. Teljesen új kezdetre van szükséged, egy új természetre, amely szabad a bűnromlottságától. Érdekes, hogy a 18 jellegzetességből, amit Pál felsorol, az első az, hogy az emberek önmagukat szeretők lesznek, azután a pénz szeretői, és a lista végén a gyönyör szeretői. Tudnál mondani három szót, ami jobban leírja a kultúrát, amiben ma élünk? Önmagunk szeretete, a pénz szeretete és a gyönyör szeretete. De a kulcs az önmagunk szeretete. Hiszem, hogy ez a gyökér, amiből a többi kinő. Amikor elkezdjük önmagunkat, mindenki másnál és minden másnál jobban szeretni, akkor összeomlik a társadalom. Az önszeretet bontja fel a családokat, a házasságokat. A férfi azt mondja a feleségének, ha nem tetszik neked, ahogy élek, találok más feleséget. A feleség ugyanezt mondja a férjének. A szülők azt mondják, a saját életünket akarjuk élni, nem akarjuk, hogy lekössön minket a gyerekek felelőssége. Önszeretet. És még tovább megy, messzebbre. Az Egyesült Államokban a politikai helyzetben alapvetően a politikát különböző nyomást gyakorló csoportok uralják, és mindegyik a saját célját igyekszik megvalósítani. Közülük nagyon kevés törődik igazán az Egyesült Államok jólétével. Mi a probléma? Önszeretet. Hiszem, hogy ebből származik a család felbomlása, a család felbomlásából jön a társadalom felbomlása, és a társadalom felbomlásából következik az anarchia. És ha igazam van, az anarchiából következik a zsarnokság, az önkényuralom, a diktatúra. Hiszem, hogy sok demokrácia, amely omladozik és nem tud megmaradni, végül utat enged a diktatúrának. És lesz egy végső diktatúra, a legrosszabb, az Antikrisztus uralma. Hiszem, hogy erre tartunk, és megtörténhet még a század vége előtt. Nem mondom, hogy megfog, de hiszem, hogy lehetséges. Azt hiszem, az idő későbbre jár, mint legtöbben készek lennénk beismerni. Azt mondhatod, a történelem tele van olyan példákkal, amikről beszélsz. Ez igaz, de azt hiszem, egyik sem volt olyan szintű, és ugyanakkor világméretű, mint ma. Hadd mutassak rá, hogy van egy teljesen egyedülálló jellegzetessége ennek a kornak, ami az első évszázad óta nem történt meg. Az első századtól a 20. századig van egy dolog, ami csak ebben a században történt, azelőtt soha. És ez a zsidók összegyűjtése a saját hazájukba. Izrael állam helyreállítása. Nincs másik példa erre egyetlen korábbi században sem. És hiszem, hogy ez a döntő jele annak, hogy milyen közel vagyunk a kor végéhez. Valaki azt mondta, hogy a zsidók a percmutató Isten prófétai óráján. És ahogy nézem az órát, a percmutató 2 perccel éjfél előtt jár. Hadd olvassak fel
egy szakaszt Jeremiástól, hogy alátámasztam, amit mondtam. A Jeremiás 30. rész, 3. versében Isten ezt mondja. Mert íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, Izraelt és Júdát, azt mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyet atyáiknak adtam, és birtokolni fogják azt. Mindenki, aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, kétségkívül tudja, hogy csak egy föld van, amit Isten a zsidó nép atyáinak adott, az a föld, amit ma Izraelnek neveznek. Hadd mondjam el, hogy az Izrael név helyreállítása korunk egyik legjelentősebb vonása. Az első feleségem, Lídia és én Jeruzsálemben éltünk, amikor Izrael állam megszületett. Egészen az utolsó pillanatig vitatkoztak azon, milyen nevet adjanak neki. Nagyon sokan pártolták a Júdea nevet. De látjátok, az ellenkezik az igével, mert Isten azt mondja, hogy amikor visszajönnek, nem két királyság lesz, Júda déli királysága és Izrael északi királysága, hanem ők egy királyság lesznek. És az utolsó pillanatban az Izrael nevet választották. Isten teljesen benne volt. Ezzel kapcsolatban a Jeremiás 30. részének végén az Úr ezt mondja, az utolsó napokban értitek meg e dolgot. Tehát a zsidó nép helyreállítása a saját földjén azt mutatja, hogy az utolsó napokban vagyunk. Bocsássátok meg nekem, ha iszom még egy kis kávét. A ti érdeketekben van. Ez és az ima is sokat segít. Most rátérek a gyakorlati kérdésre, és ez mindenkihez szól itt, még a nálam idősebbekhez is. De elsősorban a fiatalabbakra gondolok. 15 évestől fölfelé. Nagyon a szívemben vagytok, mert olyan világba érkeztek, amely káoszban van, és amelyben nincs semmi igazán állandó vagy teljesen megbízható, amelyre tekinthetnétek. Én ebben az országban nőttem fel az első és második világháború között, és sok probléma volt, szegénység volt, a gazdagok elnyomták a szegényeket, sok sznobizmus volt, és politikai válságok. De Nagy-Britannia alapvetően nagyon biztonságos ország volt. Tudtad, hová tartozol, tudtad, mire számíthatsz, tudtad, hogy bízhatsz a rendőrségben. És alapvetően nem volt nagyon sok politikai korrupció. Ez mind teljesen megváltozott. Nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy ti, akik nem régen múltatok el 15 évesek, egy feltérképezetlen területre léptek. Nincs igazi emberi térkép, amely megmondaná, merre menjetek, vagy mire számítsatok. Hiszem, hogy van tanács a Bibliában, ami képessé tesz arra, hogy sikeres legyen az életetek. A szó legigazabb értelmében. Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy minden hívő sikeres legyen. Nem arról beszélek, hogy látványosan gazdag, vagy nagyon sokat tanult, de hiszem, hogy Isten minden gyermeke arra született, hogy győzzön, hogy vállalja és legyőzze az élet kihívásait, hogy olyan életet éljen, amely örök jelentőségű eredményeket hagy maga után. Én így tekintek arra, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. De követned kell Isten igéjének a tanácsát. Tudod, az egyik legfontosabb dolog az, hogy honnan szerzel tanácsot. Az első Zsoltár első verse, boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. És ez tényleg meghatározza a Zsoltárok könyvének egész alaphangját.
Azt kérdezem tőled ma este, honnan veszed a tanácsodat? Honnan kapsz javaslatot? Ki irányítja a gondolkodásodat? Mi a tanácsod forrása? Valamilyen világi gondolkodás? Valamilyen felsőfokú oktatás? Nekem volt részem a felső oktatásban. Elfoglaltam egy helyet Nagy-Britannia felső oktatásának a világában. Mondok valamit az egyetemekről. Nagyon zárt helyek. Magukban álló kis szigetek, és sok szinten el vannak vágva az élet realitásaitól. Ezen kívül sokféle divat van az intellektuális gondolkodásban. Amikor a 30-as években filozófiát tanultam, akkor a nagy divat a nyelvi filozófia volt. Ennek a nagy vezetője Ludwig Lichtenstein volt, és én az ő diákja voltam. Azóta teljesen megváltozott a divat. Manapság már nem érdekli az embereket. Más szeszélyek és hóbortok járják. De hidd el nekem, ha emberi bölcsességre támaszkodsz, hogy az vezessen téged, akkor össze fog zavarodni. A vezetésnek csak egy megbízható forrása van, és ez a Biblia. Szeretnék ma este néhány tanácsot adni nektek a Bibliából. Először is, ahogy tanulmányoztam ezt az üzenetet, rájöttem, hogy semmi olyat nem tudok mondani. A Biblia már mindent elmondott. Nekem csak alá kell húznom azt, amit a Biblia már megmondott. A Biblia nem kötődik időhöz, aktuális mindenkorban, bármely kultúrában, bármely embercsoportnak. Részem volt abban a kiváltságban, hogy sokféle nemzetiség, kultúra és nyelv között tanítottam a Bibliát. Ez az egyetlen könyv, amelyről tudom, hogy elér minden emberhez, bárhonnan jön is, és bármilyen a háttere. Nézzük meg először a Máté 6:10-et. Az első tanácsom az, hogy igazítsd az életedet Isten értékrendjéhez. Legyen Isten fontossági sorrendje a te fontossági sorrended. Akkor jó helyen leszel, hogy Isten megáldjon, megvédjen és gondoskodjon rólad. Isten nagyon világosan kijelentette az értékrendjét. Egy új szövetségi részben, ami talán a legismertebb igehely, amit az Úr imájának hívunk. Az Atya bemutatása után az Úr imájának első kérése, ami az összes többit megelőzi, ez: jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez Isten első számú prioritása, hogy eljöjjön az ő királysága a földre, az ő választott királya Jézus személyében. Úgyhogy, ha nem vagy összhangban evvel a te értékrendedben, akkor nem vagy összhangban Istennel. Olyan helyzetekben fogod találni magad, amelyekben nincs meg a válaszod, és nem tudod, hogyan felelj. Az első az, hogy el kell határoznod, hogy a legfontosabb dolog az életedben az, hogy Isten királysága eljöjjön a földre Jézus Krisztus által. Figyelj, ha nem hiszed ezt, akkor ne imádkozd az Úr imáját, mert akkor képmutató vagy. Ez az első konkrét kérés az Úr imájában. Hány millió ember imádkozza, és nem látja, miért imádkozik? De ez az ő első számú prioritása. Mindent, ami az emberi történelem történik, Isten irányít a véget, hogy Isten királysága eljöjjön a földre. Azt kell mondanom, hogy a földnek nincs más reménye. Ha attól kell függnünk, amit a politikusok tehetnek, Isten óvjon minket. Nekik sok idejük volt, és azt hiszem,
Ma a világ nagyobb bajban van, mint valaha. És vannak emberek mégis, akik elég bolondok, hogy elhiggyék, hogy valahogy a politikusok kihúznak minket a bajból. Én nem hiszem ezt. Azt hiszem, hogy kötelességünk imádkozni a politikai vezetőinkért, de a szabadulást nem a konzervatívoktól, a munkapártól, a demokratáktól vagy a republikánusoktól várom. Egyiküknél sincs meg a válasz. Talán némelyük kevésbé van távolabb a választól, mint a mások, de nehéz megmondani. A legtöbb konzervatív keresztény az Egyesült Államokban nagyon csalódott volt, amikor... Mi a neve? Clinton. Nehezek nekem a nevek. Amikor Clintont elnökké választották, amikor úttal kicsit később visszatértünk, hogy beszéljünk a csapatunk tagjaival, minnyáján ott ültek, és nagyon mélabusnak tűntek. Azt mondta, miért aggódtok? Clinton nem teheti rosszabbá Amerikát, mint amilyen már most. Személyesen, és ez teljesen személyes, én nem szavaztam volna Bushra, mert az egész programja antiszemita volt. Teljesen szemben állt Izrael állam jólétével. Ezt nem mondta nyilvánosan. Látod, én átmentem ezen, mert Palesztinában éltem, a brit fennhatóság utolsó éveiben. Én brit vagyok, és a brit hadsereg tagja voltam, úgyhogy belső emberként beszélek. Anélkül, hogy nyilvánosan kimondták volna, a brit tisztek minden tőlük telhetőt megtettek a nyílt háború kivételével, hogy megakadályozzák Izrael állam létrejöttét. Egész este sorolhatnám a példákat. Tudjátok, mi történt? Izrael megszületett, és a brit birodalom szétesett. Gondoltatok már a két esemény közti összefüggésre? A brit birodalom túlélt két nagy világháborút, sőt, alig találsz olyat, hogy a briteket legyőzték volna háborúban. Egy vagy két ilyen volt. De amikor Isten céljával szembe helyezkedtek Izraellel kapcsolatban, ez véget vetett a brit birodalom hatalmának. És valószínűleg ugyanez fog történni az Egyesült Államokkal is. Ezt elmondtam az amerikai keresztényeknek. Ha Isten céljaival szembe helyezkedsz, nem lehet jó dolgod. A végén nem lesz jó dolgod. Jó, úgyhogy ez az első számú prioritás. Nézzünk meg egy másik igét az utolsó napokról, amit a szemünk előtt látunk beteljesedni. Ezt is lehet, hogy máshogy látod. Zsidók 12. A rész vége, a 25. verstől kezdve, ami minket, új szövetségi hívőket, Izraelhez hasonlít, amikor megkapták Mózes törvényét. Ezt mondja. Zsidók 12, a 25. verstől kezdve. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, ez Isten. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Itt Isten a mennyből szól, a Fia Jézus Krisztus által. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Elhiszed ezt? Én igen. Hiszem, hogy pontosan ez fog történni. A szerző így folytatja, az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Látod, Isten célja mindennek a világ méretű megrendítésével az, hogy megmutassa, mi az, amit nem lehet megrendíteni. Azután így folytatja. Annak okáért mozdíthatatlan királyságot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Csak egy királyság van, amit nem lehet megrendíteni. Ez nem Nagy-Britannia királysága vagy Észak-Írország. Ez nem földi királyság. Ez Isten királysága. A királyság, amely Jézus Krisztuson alapul. Jézus azt mondta, ha erre az alapra építesz,
akkor egyetlen vihar sem dönti össze, amit építesz. De minden más, ami megrendülhet, meg fog rendülni, sőt, a legtöbbje már most is rázkódik. Kérdezd meg magadtól, mi rendülhet meg? Először is a kormányok. Jelen pillanatban alig van olyan kormány a Földön, amely nem rendül, vagy rendült meg. Azután mi van a bankokkal? A bankok megrendülhetnek? Bizonyára is, némelyik most is remeg. Mi van az egyházi felekezetekkel? Megrendülhetnek? Igen vagy nem? Azt mondanám, hogy az anglikán egyház jelenleg az alapjában rendül meg. Családok megrendülhetnek? Igen, és meg is rendülnek. És csak azok a családok élik túl, amelyek a kősziklára Jézus Krisztusra épültek. Isten mindent két kategória egyikébe vagy másikába sorol, amik megrendülhetnek, és amik nem rendülhetnek meg. Neked és nekem tudnunk kell, hol vagyunk. Igazán abban a királyságban vagyunk, amely nem rendülhet meg? Ha nem, akkor szenvedni fogunk. Minden meg fog rendülni. De Isten királysága sértetlenül fog átmenni a rengésen. Higgyétek el, nem leszünk mentesek a rázkódástól, de az eredmény más lesz a mi életünkben. Mi megállunk, amikor minden más összeomlik körülöttünk. Az Ageus 2.7-ben, amit a zsidók 12 idéz, az Úr mond valamit, amit a zsidó levél nem idéz. Ezt mondja, megrendítek minden népet. Hadd mondjam el még egyszer, megrendítek minden népet. Beletartozik ebben Nagy-Britannia? Beletartozik az Egyesült Államok? Beletartoznak Európa nemzetei? Bizonyára. Isten minden nemzetet meg fog rendíteni. Jobb, ha felkészülsz. Van egyfajta ember, aki nem rendülhet meg. És megtalálod a leírását az 1 János 2-ben. 1 János második rész, a 15. verssel kezdjük. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. A világ szó itt a görög új szövetségben társadalmi rendszert jelent. A jelenlegi világrendszer az a világ. És János azt mondja, ne szeresd. Fiatalok különösen, ne szeressétek a világot. Azután nagyon komoly kijelentéssel folytatja. Ha valaki szereti a világot, az Atya szeretete nincs meg abban. Más szavakkal nem lehet meg mindkettő. Nem szeretheted a világot és Istent. Emlékeztek, korábban a héten prédikáltam arról, hogy Isten szeretete féltékeny szeretet. Ő nem osztja meg a hűségedet a világgal. El kell határoznod magad. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik. Emlékezz arra, hogy elmúlóban van. És annak kívánsága is. Most figyelj! De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ki az egyetlen rendíthetetlen személy ma a Földön? Aki teljesen elkötelezte magát Isten akaratának. És ha sikeres jövőt akarsz a mai világban, akkor azt tanácsolom, hogy ma estétől, ha eddig soha nem tetted meg, szánd oda magad fenntartás nélkül Isten akaratának az életedben. Akkor meg fogsz maradni. Rendíthetetlen leszel. Rendíthetetlen leszel, mint Isten akarata, mert azonosulni fogsz Isten akaratával.
Ezzel kapcsolatban hadd javasoljam, ami ugyanannak az igazságnak a része, hogy tartsd meg a helyes értékrendet. Mert az értékrended határozza meg az életedet. Ami a legfontosabb az életedben, arra találsz időt. Egyesek azt mondják, nincs időm a Bibliára, de van idejük az evésre. Az, hogy mire szánsz időt, megmutatja az értékrendedet. Nem mondom, hogy rossz dolog enni, de azt mondom, hogy a Biblia fontosabb az ételnél. Úgyhogy itt van Isten tanácsa a legfontosabb dolgokról. Ez is a Máté 6. részében van, a 33. vers, sokatoknak ismerős. Hanem keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. A mindezek azok a dolgok, amikre szükséged van a mindennapi életben. Étel, ruha, lakás, utazás, bármi lehet. Isten azt mondja, hogy ha az én királyságomat keresed először, akkor én gondoskodom minden más szükségletedről az életedben. 52 éve vagyok keresztény, és alapvetően, bár megvoltak a gyenge pillanataim és a kísértéseim, eszerint, az elv szerint éltem. Ki akarom jelenteni mindnyájatoknak ma este, hogy Isten hűséges volt. Mindent megadott, amire szükségem van. Kedves testvéreim, ez nem elmélet, amit ismertetek. Ez valóság, az ige alapján és tapasztalattal igazoltan. Másokra nézek itt, akik elmondhatják ugyanezt. Isten királyságát kerestük először, és ő gondoskodott minden más szükségletről az életünkben. Így van? Hányan tudtok áment mondani erre tapasztalatból? Isten áldjon! Ez az első tanácsom. Hozd rendbe az értékrendedet. Hozd összhangba Isten igéjével mától fogva. Ha még soha nem szembesültél a témával, akkor a tőlem telhető legvilágosabban szeretnélek szembesíteni vele ma este. Ha ennél világosabban tudnám mondani, megtenném. Csak hogy tiszta maradjon a torkom, iszom még egy kis kávét. Köszönöm annak, aki gondoskodott a kávéról. Isten második prioritása közvetlenül kapcsolódik az elsőhöz. Isten fel fogja állítani a királyságát a földön, de keres egy népet, akik részt vesznek a királyságában. Tehát Isten második prioritása egy nép Isten királyságában. Ruth-tal idéztük ezt a gyönyörű igét. Azt hiszem, jobb, ha feljössz, és elmondjuk még egyszer. Ez világosabban elmondja, mintha én próbálnám meg elmondani. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ami arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán, és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Isten és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ez Isten második prioritása, az ő saját különleges népe. És azt mondja ebben a szakaszban, hogy Jézus meg fogja tisztítani a népét. De van ennek egy másik oldala is. Lapozzunk a János első levele harmadik részéhez, első, második és harmadik vers. Egy János harmadik rész, ezt az igét is elmondjuk. Meg akarod tenni? Jó. We
Ezt nem gyakoroltuk, úgyhogy segítsetek. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ahogy van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Hallottátok ezeket a szavakat? Mindenki, akiben megvan ez a remény ő benne, megtisztítja magát, ahogy ő is tiszta. Úgyhogy annyit beszélhetsz, amennyit csak akarsz arról, hogy várod az Úr visszajövetelét, de ha nem tisztítod meg magad, akkor becsapod magad. Mindazoknak a jele, akik igazán várják az Úr eljövetelét, az, hogy megtisztítják magukat, ahogy ő is tiszta. Istennek egy mértéke van a tisztaságra, és ez Jézus. Azt akarom mondani ma este nektek, fiataloknak, különösen a fiatalabb nőknek, hogy nagyon természetes dolog, ha csinosan akartok kinézni, hogy kellemes legyen a megjelenésetek. Ez egyáltalán nem rossz, nem bűnös, ez természetes. De ez külső. Azt akarom mondani neked, hogy van egy másfajta csinosság, ami belső, és ez a tisztaság. És amikor a külső csinosságod elkezd halványulni, van benned valami, ami soha nem fog elhalványulni. Isten tisztasága és szentsége. Isten szentsége az igazi szellemi szépség. Úgyhogy tedd meg, amit tudsz, hogy csinos legyél, de gondolj arra, hogy az igazi csinosság az, ami belül van. És ez ragyog azoknak az embereknek a szeméből, akikben megvan. Máshogy néznek ki, máshogy cselekszenek, máshogy beszélnek. Nem kell vallásosnak lenniük, csak tisztának. És van egy éhség az emberek sokaságának a szívében a tisztaságra. Megtalálod mindenféle helyen. Megtalálod a prostituáltak között, börtönökben, alkoholisták között, hajthatatlan üzletemberek között. Valahol mélyen lent van egy vágyakozás a tisztaság után. Elmondhatjuk az embereknek a tisztasághoz vezető utat, hogy fenntartás nélkül odaadjuk az életünket Jézus Krisztusnak. Ő megtisztít téged, és te megtisztítod önmagadat. Az üzenet zárásaként hadd mondjam el nektek a felkészülés 7 jelét. Ha nyitva van a Bibliád az 1 János 3-nál, akkor lapozz vissza egy oldalt a 2 Péter 3-hoz, ami az Úr eljövetelével és az Úr napjával foglalkozik. A 11-től a 14. versig olvassuk. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, és ez az egész anyagi világegyetem, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben? Hadd tegyem fel a kérdést. Milyen fajta embereknek kell lennetek? Azután így folytatja. Akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket, békességben. Ha elemzed ezt a részt, itt 7 követelmény van a keresztény életben,
aki igazán várja az Úr eljövetelét, és röviden elmondom őket. Azt mondja a 11. versben. Milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben? Tehát ez az első két követelmény. Szent életvitel és kegyesség. Az én definícióm a kegyességre az, hogy a Szent Szellem által irányított temperamentum. Olyan ember, akinek a reakciói a Szent Szellemtől származnak. Tudod, keresztényként, ami igazán elmondja, milyen vagy, az nem a cselekedeteid, hanem a reakcióid. A cselekedeteidet előre megtervezheted, de a reakcióid mondják meg, milyen ember vagy igazán. A kegyesség úgy reagál, ahogy a Szent Szellem reagálna. Amikor egy kegyes ember bemegy egy szobába, Isten jelenléte is bemegy vele. Tehát ez az első két követelmény. Szent élet és kegyesség. Azután tovább megyünk. A 12. versben két további követelmény van. Várjátok és sietetitek Isten napjának eljövetelét. A régi felhatalmazott fordítás azt mondja, hogy sietünk hozzá. A modern fordítások pontosabbak és sokkal izgalmasabbak. Nem sietünk hozzá, hanem siettetjük Isten napjának eljövetelét. Tehát itt két követelmény van. Az első, hogy várjunk. Tartsd az ujjad a 2. Péternél, és lapozz a Zsidók 9. részéhez. A Zsidók 9 utolsó két verse. 27. és 28. vers. És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet. Figyeljétek meg, kedves barátaim, hogy van két találkozás, amiről biztosan nem maradunk le. Lemaradhatsz minden más találkozóról az életben, de ezt a két találkozót meg fogod tartani. Hogy meghalunk, és azután az ítélet. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd bűn nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Kiknek fog megjelenni? Azoknak, akik sóvárogva várják őt. Hadd kérdezzem meg, te sóvárogva várod az Úr megjelenését? Lehet, hogy Isten engedi, hogy átmenj néhány kellemetlen élményem, és elválasszon a világ szeretetétől, amíg nagyon gyakorlati módon eljutsz arra a következtetésre, hogy igazán semmi nincs, amire várni kellene, csak az Úr eljövetele. De Jézus nem gyülekezeti tagokért jön, hanem azokért, akik sóvárogva várják az ő megjelenését. Most menjünk vissza a 2. Péter 3-hoz. Várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Ez erőteljes gondolat, hogy mi siettethetjük Isten napjának az eljövetelét. Nem kell tétlenül ülnünk és csak várni, hogy megtörténjen. Siettethetjük az eljövetelét. Elmondom egy módját, számomra nagyon egyszerű, lehetnek más módok is. Én így élek. Ez a Derek Prince Ministries szolgálatának az alapja Ruthnak és nekem, a motivációnk. A Máté 24:14-ben található. És az Isten királyságának ez az evangéliumja hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Tehát a vég nem jön el, amíg ezt az evangéliumot nem hirdetik az egész világon minden nemzetnek. Tehát hogyan siettetheted Isten napjának az eljövetelét? Úgy van, hallottátok, mit mondott Don, folytassátok a munkát.
Hiszem, hogy minden igaz kereszténynek felelőssége, hogy részt vegyen az evangélium hirdetésében a világ minden nemzetében. Nem mehettek mindnyájan, de részt vehettek az imában, részt vehettek az adakozásban, részt vehettek egyéb módokon. De aki nem vesz részt valamilyen módon a királyság evangéliumának hirdetésében minden nemzetnek, az késlelteti az Úr eljövetelét. Ez félelmetes felelősség. Gondoljunk a világ küszködésére és szenvedéseire. Csak gondoljunk arra, mi folyik ma Boszniában. Miért történik ez? Mert Isten királysága nem jött létre. És minél tovább kell várnunk, annál több lesz az emberi szenvedések áldozata. És mi, akiknek felelősségünk, hogy sietessük a nap eljövetelét, ha nem tesszük, akkor felelősségre vonhatók leszünk a szenvedésért, ami a mi lustaságunkból származott. És testvéreim, csak kutassuk át a Bibliát elejétől a végéig, és lássuk meg, hogy találunk-e egyetlen jó szót a lustaságról. Nem fogadnánk be részegeseket a legtöbb gyülekezetünkbe, de a Biblia sokkal kedvesebb a részegséggel kapcsolatban, mint a lustasággal. És hány lusta embert tűrünk meg a gyülekezetben? Hétről hétre ott ülnek, tisztelik őket, éneklik a dicséreteket, azt mondják ámen, de a lustaság gonoszság. És a lustaság felelőssége azokon nyugszik, akik lusták. Késleltetik Isten királyságának az eljövetelét. Tovább megyünk. Van még három követelményünk, és a 14. versben találjuk őket a 2 Péter 3-ból. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ez az utolsó három követelmény. Békességben. Nincsenek szétszakadt kapcsolatok, amiket helyre kéne hozni a családodban, a gyülekezetben, vagy a nem megtért fele barátaiddal. Amennyiben rajtad áll, békében élsz. Amikor Pál erről beszél, azt mondja, hogy tartsátok meg a békét minden emberrel, amennyiben rajtatok áll. Vannak helyzetek, amikor ez nem a mi felelősségünk. De Isten azt mondja, hogy amennyiben rajtad áll, ne legyenek összetört kapcsolatok. Ne legyen megoldatlan neheztelés, keserűség. Ruth-tal azt tervezzük, hogy eladjuk a lakásunkat Jeruzsálemben, ami egy házban van, ahol 4 család lakik. Van 2 család a földszinten, akik sokkal előttünk ott voltak. A mi házunk egy földszintes ház tetejére épült. Ez nagyon gyakori Izraelben, mert az arabok, akik eredetileg építették, kőből építették szikla alapra. És egy földszintes ház még 3 emeletet elbír, ami a mi házunkra is igaz. Tehát elmondom, remélem ez nem jut el Izraelbe. Óvatosnak kell lennem. Az alsó szomszédaink, mindkét család, Marokkóból származnak. És különböznek a zsidóktól, akik Európából jöttek. Sokféle módon átjárta őket az arab kultúra, de ők egyáltalán nem arabok. Legalább Magdal megért engem. Van egy mondás arabul. Mielőtt a házról érdeklődsz, érdeklődj a szomszédokról. Ha éltél a Közel-Keleten, tudod, milyen fontos ez. Úgyhogy nehéz dolgunk volt az alsó szomszédainkkal. Ez egy kis illusztráció arról, amiről beszéltem, a varázslásról. Mert az egyik feleség,
Mellékesen, a két házas párból hárman kerültek pszichiátriai kezelésre, úgyhogy elképzelhetitek, mind mentünk keresztül. Az egyik hölgynek lent egyfajta hasad személyisége van. Időnként igazi szeretetet tanúsított irántunk. Amikor Ruth-t kórházba vitte a mentő, mint egy 6 éve, ő kiszaladt, megölelte és megcsokolta. Máskor titokban odajött hozzánk, és azt mondta, imádkozzatok értem, a családomért. De más alkalmakkor, és ez volt a gyakoribb, nagyon nehezen lehetett kezelni. Ha nem az volt, amit ő akart, akkor kiabált és sikoltozott, és ezt jó fél óráig csinálta. Nem fogyott el a levegője. És nagyon-nagyon sokszor manipulált minket. A békesség kedvéért hagytuk, hogy úgy legyen, ahogy akarja. De azután jött egy helyzet, és nem kell belemennem a részletekbe, amikor megint manipulált minket. Azt akarta, hogy megtegyünk valamit, amit úgy éreztük, nem kötelességünk megtenni. És nagyon nehezen kezelhetővé vált, hangossá, beszédessé, ellenségessé. És azt mondtam Ruthnak, figyelj, nem fogok engedni a varázslásnak. Abszolút nem. Ezt elutasítom. Úgyhogy nagyon buzgón imádkoztunk, egyetértésben, és kiűztük a varázslást a helyzetből. Nem a szomszédaink kedvéért imádkoztunk, így ezt szeretném világossá tenni. Teljesen önző indítékkal imádkoztunk. De történt valami csodálatos. Kevéssel később le kellett mennünk és beszélni a szomszédainkkal, és miközben az ember és a biztosítási becslő beszélgettek, Ruth, ez a hölgy és én leültünk a nappaliban. A nő héberül beszélt, és kicsit nehéz volt mindent megértenünk. De a lényeg nagyon világos volt. Azt mondta, el akarom mondani nektek, hogy asztmás voltam, és amikor asztmám van, nagyon ideges leszek, kiabálok és sikoltozom az emberekkel. És azt mondta, bocsássatok meg, sajnálom. Elmondtam ezt a történetet izraelieknek, és nem tudták elhinni, hogy egy izraeli ilyet mondjon, ilyet nem hallottak. De ő kimondta, és a barátunk lett. Láttam, hogy Isten a bölcsességében nem engedte, hogy elköltözzünk abból a házból, amíg jóban nem lettünk a szomszédainkkal. Istennek fontos, hogy békében éljünk. Nem mondom, hogy nagyon igazak voltunk. Azt hiszem, tényleg hiányosságaink voltak a keresztény kedvességben. De Isten a segítségünkre jött, hogy megmentsen minket egy rossz helyzettől. Azt akarom kérdezni tőled, mi van közted és a szomszédaid közt? Tudod, mi a második parancsolat? Szeresd fele barátodat, mint önmagad, és ez jelenti a szomszédaidat is. Ez nem csak képletes beszéd. Hogyan jössz ki a hozzád legközelebb élő emberekkel? Hogyan jössz ki emberekkel, akik melletted dolgoznak az irodában vagy a gyárban? Mert ha készülsz az Úr eljövetelére, akkor tenned kell érte valamit. Hadd soroljam fel a 7 követelményt a 2 Péterből. Az első, szent életvitel. A második, kegyesség. Harmadik, várni az Úr eljövetelét. Negyedik, siettetni az Úr eljövetelét. Ötödik, békességben. Hatodik, szeplő nélkül. És hetedik, hiba nélkül. Hadd tegyek meg egy kijegyzést az utolsó kettőhöz. Már szóltam a békességről. Szeplő nélkül, mit jelent ez? Jézus az Isten báránya volt, hiba és szeplő nélkül. Én úgy értem, ez azt jelenti, hogy ő személyes eredeti bűn nélkül volt. Olyan bűne sem volt, amit valaha elkövetett volna ez a szeplő. És minden bűn, amit valaha elkövettél,
de nem tértél meg belőle, és nem vallottad meg, az egy szeplő az életeden. Isten igéje azt mondja, hogy szeplő nélkül valónak kell lenned. Rövid számlát kell tartanod Istennel. Soha ne menj aludni, meg nem vallott bűnnel az életedben. Ki tudja, hogy felébredsz-e? Lehet, hogy az lesz az utolsó estéd a Földön. Azután azt mondja, hogy hiba nélkül. Ezt úgy értem, hogy nem hanyagoltál el egyetlen jogos feladatodat sem. Ami a kötelességed, azt elvégezted. Jakab levele azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Ha tudsz jó dolgokról, amiket meg kellene tenned, és meg tudsz tenni, és nem teszed meg, az bűn. Hadd olvassam el még egyszer a listát, szeretném, ha gondolkodnál rajta. Szent életvitel, kegyesség, várakozás, siettetés, békességben, szeplő nélkül és hiba nélkül. Most hadd térjek rá egy záró szakaszra, ami főleg a fiatalabbakra vonatkozik itt, de valójában nincs korhatár kötve hozzá. Részben a házasság témájával foglalkozik. Felolvasom az igéket, de szeretném először azt mondani mindazoknak, akik nem házasok. Ne siess megházasodni. Láttam sok fiatal hölgyet férhez menni. Óvatosnak kell lennem, mit mondok, mert nem akarok senkit azonosítani. De alapvetően, akik nagyon meg akartak házasodni, elrontották a házasságukat. Akik vártak, hogy Isten jelezzen nekik, azoknak sikeres lett a házasságuk. Ne siess megházasodni. Ha azt teszed, akkor valójában van egy bálványod. A házasság bálvány lett, ami elfoglalja Jézus helyét az életedben. Nem azt mondom, hogy rossz megházasodni, nevetséges lenne, ha én ezt mondanám, mert én kétszer is megnősültem. És én elégedett vagyok. De hadd olvassam el, mit mondott Pál az 1 Korintus 7-ben, a 29. verstől kezdve. És figyelemre méltó, hogy Pál 19 évszázaddal ezelőtt írta ezt, és nagyon igaz ma. 1 Korintus 7, 29. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert az idő rövidre van szabva. Ha akkor rövid volt, mennyivel rövidebb most? Azért, akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének. Mert elmúlik e világ ábrázata, vagy divatja. Más szavakkal, ne ragaszkodj úgy semmihez, mintha állandó lenne, mert nem az. Élj az átmenetiség érzésével, minden anyagi dologban, ami körülvesz téged, és minden emberi kapcsolatban is. Azután így folytatja, a 32. versben. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek, nyugtalanság nélkül, aggódás nélkül. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mi módon kedveskedhessék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a feleségének. Pál nem a házasság ellen beszél, sok jó dolgot mond a házasságról. De azt mondja, hogy ne tulajdoníts helytelen fontosságot a házasságnak a gondolkodásodban. Ne legyen a kitűzött célod. Ne indulj el, hogy találj egy feleséget vagy férjet. Én kétszer nősültem, és mindig Isten hozta elém a nőt, akit kiválasztott. Én soha nem mentem keresni. És ha elolvasod a Biblia igazi romantikus történeteit, ez majdnem mindig igaz. Isten vitte a mennyasszonyt a vőlegényhez. Ő vitte Rebekát Izsákhoz. Ő vitte Rutot Boázhoz.
Bíz Istenben. Ő sokkal jobban tud választani neked, mint ahogy te tudsz választani magadnak. Sokszor elmondtam már. Isten soha nem engedte meg nekem, hogy én válasszam ki a feleségemet. Mindig ő mutatta meg nekem, természetfeletti módon és világosan kit vegyek feleségül. Nem mondom, hogy ez így van mindenkivel, de elismerem, hogy én elég gyengén ítélem meg az emberi jellemet. Én elvont területen mozgok. Elhiszek mindent, amit az emberek mondanak, és ez hiba. Én magam őszinte ember vagyok, azt mondom, amit gondolok. És feltételezem, hogy mások is azt mondják, amit gondolnak, de ez nem mindig igaz. Úgyhogy Isten megóvott engem önmagamtól, és én hálát adok neki ezért. Mindkét házasságom boldog és sikeres volt. De ne helyezd a házasságot az Úr elé. Ne helyezd semmit az Úr elé. Ne ragaszkodj semmihez ebben a világban, mintha állandó volna, mert nem az. Ha ragaszkodsz, és elveszik tőled, szenvedni fogsz, érzelmileg, talán szellemileg is. Most a befejező üzenetem végére értem, de szeretném gyakorlati alkalmazással zárni. Menjünk vissza a Máté 24:14-hez. És a királyságnak ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. Hiszem, hogy ez kötelességet ró minden őszinte keresztényre, hogy teljesen elkötelezze magát ilyen vagy olyan módon a királyság evangéliumának hirdetésére az egész világon. Sokféle módon lehetsz odaszánt. De szeretnék egy pillanatra emberekhez szólni, különösen fiatal emberekhez, de nem feltétlenül, akik oda tudják adni erre az életüket. Nem kell feltétlenül misszionáriusnak vagy evangélistának lenned. Isten királyságának szüksége van titkárokra, adminisztrátorokra, szakácsokra, pilótákra, és sok különféle emberre, és mindegyikük ugyanolyan fontos, mint a többi. Úgyhogy, ha Isten szól hozzád ma este, és úgy érzed bizonyos értelemben, hogy nem igazán tudod, milyen lesz az élet, nem igazán tudod, miért élsz, nem vagy igazán teljes szívvel elkötelezve valaminek, ami teljes hűséget igényel tőled, arra kérlek ma este, hogy helyezd az életedet az Úr kezébe, és mondd, itt vagyok, Uram, teljesen elérhető. Van egy ének, amit az anglikán gyülekezetben énekelnek, amiben járunk Jeruzsálemben, és a refrén első szavai ezek. Itt vagyok, teljesen elérhető. Elmondhatom ezt ma este, tiszta lelkiismerettel. Itt vagyok, Uram, teljesen elérhető. Bármit kérsz, a te kegyelmed által megteszem. És elégedett vagyok, be vagyok telve. Így éltem az életemet, és működik. Úgyhogy, ha vagytok itt olyanok, akik soha nem tettétek meg igazán ezt az odaszánást, itt vagyok, teljesen elérhető, bármit is kérsz. Küldj engem Kínába, küldj engem Indonéziába, kapcsolj Don Doublehoz és a csapatához. Vagy sok egyéb dolog van, szükség van talán valahol egy ápolóra, egy titkára, vagy talán valahol egy kertészre. Ruth és én kaptunk egy levelet egy embertől, aki azt mondta, hogy ő kertész, és az Úrnak akar kertészkedni. Elérhetővé teszi magát bárkinek, akinek szüksége van egy kertészre Isten királyságában. Úgyhogy bárki vagy, és bármit teszel, ha ma este be akarod tölteni a Máté 6:33 szerinti életet, keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek, akkor szeretném, ha hoznál egy döntést. És ha meghozod ezt a döntést, szeretném, ha fölállnál ott, ahol vagy, a helyeden, és mondd ezt ma este, itt vagyok,
teljesen elérhető. Nincs korhatár, de ha egy házaspár egyik tagja vagy, akkor ne kötelezd el magad a társad nélkül. Semminek nem örülnék jobban, mintha házaspárokat látnék, akik együtt elkötelezik magukat. Dicsőség Istennek, látok egyet. Jó, ez nagyon komoly pillanat. Soha nem lesz jelentősebb pillanat az életedben. Arra kérlek, hogy tégy meg valamit, amit nem kértem a korábbi estéken. Gyere előre, és térdelj le itt elől. Gyorsan. Don, tudom, hol van a szíved. Hol vagy? Gyere és állj itt velem. Lehet, hogy új csapattagok is jönnek ma este, ki tudja. És a többiek, imádkozzatok. Imádkoztak? Nem sietünk. Kicsit menjetek előre, vannak még mögöttetek. Nem csodálatos? Be tudjátok venni? Be tudjátok venni? Milyen sok ember? Köszönöm, Úr Jézus. Akik a sorok közt vagytok, letérdelhettek ott is. Egyáltalán nem számítottam ilyen válaszra. Remélem, elég nehézzé tettem. Remélem, nem keltettem helytelenül azt a benyomást, hogy könnyű lesz. Nem lesz. Sok ellenállásba fogsz ütközni, és az ördög harcolni fog ellened attól a pillanattól fogva, hogy kimész erről az összejövetelről. Meg fogja támadni az odaszánásodat. Így van? Testvérek, akik így jártatok, célpont leszel, mint soha azelőtt, a sátán nyilainak. Szeretném, ha a zenészek készülnének, hogy jöjjenek. Jó lenne, ha ismernétek, itt vagyok, teljesen elérhető. Ismeritek? Ismeritek, ez csodálatos. Könnyes lesz a szemem mindig, amikor ezeket a szavakat énekelem. Ti, akik elől vagytok, mondjátok utánom ezt a nagyon egyszerű imát. Nem hozzám imádkoztok, hanem az Úr Jézushoz. Mondjátok ezeket a szavakat. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy megments a pokoltól, és örök életem legyen. És azért, amit tettél értem, Uram, visszaadom magam neked, fenntartás nélkül, feltétel nélkül, itt vagyok, teljesen elérhető. Vegyél engem, Uram, és tégy azzá, akivé akarsz. A te dicsőségedre, Uram, Jézus nevében. Amen. I love these musicians.